A három vádlott a községi óvodatorna szobával történő bővítése céljából nyújtott be pályázatot 2009-ben, amelyen az önkormányzat több mint 11 millió forint támogatást nyert el. A bővítést 2010. június 30-áig kellett volna elvégezni, de annak megépítése nem történt meg. A beruházás elvégzése érdekében a vádlottak nem intézkedtek, áll a vádiratban. A gyanú szerint a lehívott támogatást annak céljától eltérően a helyhatóság a saját működési költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg visszafizetését az önkormányzat elkerülje, a 2010-re vonatkozó éves beszámolóban az elnyert támogatást, mint ténylegesen felhasznált pénzeszközt tüntették fel. A hétfői tárgyalási napon tanúk meghallgatásával folytatta a bíróság a bizonyítási eljárás. Az elsőrendű vádlott védője a tárgyaláson elfogultságot jelentett be a vezető bíró ellen, ennek elbírálásáig újabb tárgyalási napot egyelőre nem tűztek ki, a perben később várható ítélet.